Annyit szeretnék csak mondani, hogy, hogy hihetetlen szerencsével indult a pályám 56-ba a Fábri körhintájával. Ez volt az első film, ami áttörte a, a, falat, mert a következő évben jött csak a Vajda kanálissal, és aztán a Csukraj, nem tudom melyik filmével. Szóval amiben belehalt a Sósimre, abban nekem nem kellett belehalni, hanem a a sematikus filmek utána a magyar film egyik legjobb korszakába, Külvárosi Legenda, Vasvirág, Édesanna, ezeket csináltam. Utána, hogy én rengeteg filmet csináltam, felire emlékszem. Nagyon sok rossz rendezővel dolgoztunk, ezzel kerestük a kenyerünket, ugye? De aztán nagy szerencsém volt, felfedezett magának a Jancsó Miklós, akkor, amikor még ő a. a most szeretném elmondani, hogy volt négy-öt olyan filmje, ami a világ filmtörténetéhez is hozzátartozik. Amit utána csinált, az engem személyesen nem érdekelt. De mondjuk szerencsém volt benne lenni, fölfedezett, hogy hogy tudok járni a pusztába, és ezzel a csendés kiáltásban benne voltam. Ezután csinálta velem már dolgoztam előtte is, de ami a nagy közös munkánk volt a Makkárolyjal, az a Szerelem színű film volt, ami egy nagyon jó pillanatban született meg. Tehát ő már akkor azt öt év óta meg akarta csinálni, tehát ennek nagy sikere volt Kánba, és, és nagyon jó pillanatban is, amit a legjobban szerettem. Hát akkor ismertem meg személyesen Dérit, Déri Tibort, akit én nagyon-nagyon megszerettem, és azt hiszem azon kevesek közé tartozok, aki, aki őt is nagyon szeretett, mert azt mondták, hogy ő nem nagyon szeretett költekezni. És engem meghívott Kánba, konyakra. És mindenki, azt mondta a darvas Lilike, aki hát egy külön ódákat tudnék a Lilikéről zengeni, ha az emberek nem tudják, ő a háború előtti Magyarországon nagyon ismert színésznő volt, és a felesége Molnár Ferenc írónak. És ő játszott a Szerelem című filmben az, öreg asszony. Egy csoda, csoda nő volt. Hát ő kacagott, mikor meghívott engem a Déri Tibor egy, egy konyakra, azt mondta, hát Mari, Ilyen még nem történt meg a világon.